De egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek. Úgy van, foglalj helyet, légy szíves. Nyilván most nem fogok belekezdeni egy üzenetben, de mondjuk ha még egy óra belefér. Tudom, harcedzettek vagytok ilyen téren, de nem. Egyáltalán nem gondolom, hanem én amiről beszélni terveztem ma, de így volt ez megbeszélve Attilával, hogy ő csak mondja el bátran azt, ami a szívébe van, tehát én majd elmondom egy másik alkalommal, viszont egy pár gondolattal szeretném megerősíteni azt az üzenetet, ami elhangzott. És az én üzenetemnek a címe az, hogy van nekem eledelem, mondja Jézus a János Evangélium a 4. részében, amitről ti nem tudtok, amit ti nem tudtok. És tudjuk, hogy ez akkor hangzott el, abban a részben hangzik el, amikor találkozik a samáriai asszonnyal. És hogy az Attilát hallgattam, igazából végig kell gondolni az életünkben, hogy, és ha megnézed a Bibliát, akkor ez az ember, ez az asszony, ez egy minden tekintetben igen-igen hátrányos helyzetben volt. Ha nem is sorolom fel mindent, ami történt az életében. Samáriai volt, aki egy nagyon megvetett nemzetség volt, egyáltalán nagyon népnek sem fogadták el a zsidó emberek. Nő volt, délbe kellett vízért mennie, 5 férje volt, akivel együtt élt, az se volt az. Tele volt valószínű mindenféle kérdéssel, nem tudjuk, nem beszél a Biblia róla, de maga az, hogy a samaritánusok közé tartozott, egy csomó-csomó hátrányt és megvetést szenvedett. Tehát ő rá el lehet mondani azt, hogy igazán egy mélyen, nagyon mélyen elvetett személy lehetett. És ezt az embert megszólítja Jézus. És amikor megszólítja Jézus, Jézus elkezd fölajánlani. Ez fontos, ez az üzenet. Látjátok? A dolgok itt fordulnak meg. Köszönjük a technikusoknak a segítséget. Tehát amikor ez az embert megszólítja Jézus. A mennyből jött az üzenet. Én szóltam, az Úr meg megerősítette. Nem, a technika erősítette. Onnantól kezdve a dolgok megváltoztak. Esetleg ezt is meg tudnánk ismételni? A nyomaték kedvéért. Onnantól kezdve a dolgok megváltoztak. És onnantól kezdve, figyeljétek meg, ez az asszony a saját nyomorúságáról, problémáiról, először is nagyon meglepődött, elkezd Jézusra figyelni. Elkezdi figyelni, hogy miről beszél ez a számára furcsa, idegen rabbi. Talán soha nem létezett, abban az időben legalábbis, hogy egy rabbi, egy samáriai 5-ször vagy 6-szor elvált, 5-ször biztosan elvált és vadházasságban élő asszonyt megszólítson, hogy te adj nekem inni egy olyan edényből, amit a zsidók meg se fogtak. Milyen edényből adsz te nekem inni? És ez a rabbi azt mondja, adj innom. És a nő elkezdi figyelni, ki ez az ember? És fölkelti az érdeklődését. És elkezdjük azt látni, hogy ez a rabbi, ez az ember, ez a valaki, ez a furcsa zsidó ember, ez elkezd neki beszélni, és ennek az asszonynak megváltozik közbe az élete. Ez az asszony elfelejti a maga nyomorúságát, elfelejti a maga szükségét, és egyszerűen Jézus elkezd mondani neki, és az asszonyba följönnek mélyről, nem is tudjuk, hogy milyen mélyről, a legkomolyabb teológiai kérdések. Olyan dolgok, amiket ő valószínű, hogy hordozott a szívébe. És ez az asszony elkezd Isten felé fordulni. És tudjuk a történetből, hogy Jézus, maga Jézus is egy hátrányos helyzetben volt ott a kútnál. 3 dolgot ír a Biblia, hogy mi történt Jézussal. Fáradt volt, szomjas volt, és éhes volt. Értitek? Ez a fáradt, szomjas, éhes Jézus találkozik ezzel a rendkívül halmozott, hátrányú asszonnyal, elvetettségben és minden egyébben szenvedő asszonnyal, és a kettőjük beszédjéből kialakul egy fantasztikus Istenhez fordulás. És Jézus oda fordítja az asszony figyelmét a megoldásra. A tanítványok ugye balra ők elmentek ennivalót venni, és nem olvassuk, hogy az asszony adott volna inni vizet Jézusnak.
valahogy költői maradt a kérdés. Mert rögtön visszakérdezett, hogy hát hogy kérhezte tőlem. Tehát Jézus elvileg szomjas maradt. És amikor meghozzák a tanítványok az ennivalót, akkor látják, hogy beszélget ezzel az asszonnyal. És akkor azt látjuk, hogy nem sértik a szituációt. Az asszony elrohan, ott hagyja a vödröt, mindent, és tele van a szíve az Isten szeretetével, amiről hallottunk. Tele van a szíve az Isten érintésével. Eltűnik szinte egy szempillantás alatt az elvetettség, a bizonytalanság. Egyszerűen megkapja először Jézus szolgálatából, először, hogy én vagyok a messiás, aki veled beszélnek. És ez a puszta tény ennek az asszonynak az életét teljesen megváltoztatja. És belőle lesz legalábbis a leírt evangéliumok alapján a legnagyobb evangélista, aki a legsikeresebb evangélista volt Jézus szolgálata, mert az egész falu megtér az ő ige hirdetésére. Elmegy, és mit csinál az asszony? Oda hozza az embereket Jézushoz. És miközben ez zajlik, érkeznek vissza a tanítványok. És amikor visszaérkeznek a tanítványok, akkor, és hozzák az ennivalót, akkor nagyon meglepő dolog történik. Jézus az éhségtől nem esik neki a hozott ennivalónak, és tolja befele, és nem mondja azt, hogy hát elég sokat készítettek, mert majdnem éhen haltam. Hanem ellenkezőleg mond egy nagyon megdöbbentő, és mindegyikünk számára nagyon-nagyon lényeges mondatot. Van nekem ennivalóm, amiről ti nem tudtok. Vagyis ez azt jelenti, hogy van ennivaló, amiről tudunk. Amit megvásárolunk a boltba, amit megeszünk, megiszunk, fölfrissülünk tőle, áldást nyerünk tőle, nagyon fontos. Ez nagyon fontos a biológiai testünk működése számára. És ugye ez a két legfontosabb dolog, az étel és az ital a levegőn, és természetesen az alváson, a pihenésen kívül. De most maradjunk az ételnél és az italnál. És azt mondja Jézus, hogy igen, van egy ilyen, amiért ti elmentetek a boltba. De tudjátok meg, hogy van egy fontosabb dolog ennél. Van olyan eredel, amit most még nem tudjátok, hogy mi az. És megadja a választ, hogy mi az ennivaló. Tehát arra irányítanám a figyelmeteket én is, hogy van egy olyan ennivaló, amit az Isten kínál föl neked. És van olyan innivaló, amit az Isten kínál föl neked. És ez hoz számodra igazi megelégedést. Ez hoz a számunkra, valamennyiünk számára egy igazi fölfrissülést. Ez az élő víz, és ez a mennyből alászállott kenyér. És ez nem csak úgy, hogy általánosságban a kenyér, hanem azt mondja Jézus, hogy az, hogy én cselekedjem, amit én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát az nekem az étel és az ital. És az elégíti meg a mi bensőnket. És az hoz igazi változást, ahogy hallottuk az életünkben. Hogy valóban a kiválasztásunk, a kiválasztottságunk, az, hogy Isten elhívott bennünket és kiválasztott, és innentől kezdve nem az ítélet, hanem, és nem a kárhozat, hanem az élet és az áldás, az osztályrészed. De van valami, amivel táplálkoznod kell, van ennivaló, amit ugyanúgy fogyasztanod kell, mint ahogy fogyasztod a kenyeret és a vizet, mert különben éhen halnál és szomjan halnál. És ugye nincs most arra idő, és nem is kívánnám most ezt kifejteni, de tudjuk, hogy ez így volt, hogy a mennyei kenyér, a mennyből szállott élet, a mennyei víz, az mindig más volt, mint ami itt fellelhető a biológiai szükségeinkre. Azt mondja az Isten, hogy vágyakozz, légy szomjas, légy éhes erre a mennyei kenyérre, erre a mennyei vízre. Arra a vízre, amire azt mondta Jézus, hogy aki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyon. És az a víz, az ő benne egy örök életre buzgó vízforrás lesz. Tehát az nem lelkileg fog, vagyis nem biológiailag fog megelégíteni, hanem szellemileg és lelkileg fog megelégíteni. És igazából ma a fogyasztói világban élünk, és akármennyire is rossz körülmények vannak Magyarországon, elmondhatjuk, akkor is a világnak a legjobb részé, gazdaságilag és anyagilag értem, részéhez tartozunk, minden nehézség ellenére. A földnek a háromnegyed része sokkal, de sokkal rosszabb körülmények között él, mint itt közülünk bárki. De van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit nekünk tudomásul kell vennünk, hogy nem csak kenyérrel él az ember.
hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. És ez az ige, ez az, ami megelégíti az embert. Ez az ige, amiről azt mondta Jézus, hogy ti ezt nem ismeritek még, de majd megismeritek, és valóban meg is ismerték. Ez az igére légy, és kell, hogy nekünk legyen egy szomjúságunk és egy éhségünk. Erre az igére, ami nem más, nem csak általánosságban a Biblia, hanem ez az Isten akaratának a felismerése a személyes életedben. Tehát azt mondja, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, és az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő feladatát, az én feladatomat bevégezzem. Tehát mi volt Jézus, mi az, ami megelégítette Jézust? Amíg a tanítványok el voltak ennivalóért, amíg beszélgetett a samáriai asszonnyal, megelégítette őt az Isten természet fölötti módon. És egyszerűen jól lakott, míg a fizikai élete számára is áldás volt az, hogy be tudott lépni az Isten szolgálatába, az Isten akaratának a megcselekvésébe. Értitek? És amikor erre, ezért igaz az, hogy amikor mi az Isten országát keressük, ami Isten akaratát keressük, akkor mindenek ráadásképpen megadatnak nekünk. És akkor fogsz leginkább megszabadulni, kapcsolódva az előző üzenethez, az elvetettségből, és mindazzal egyetértve, amit az Attila elmondott, akkor fogsz, amikor el tudod kezdeni nem a magad sebeit nyalogatni és magadra nézni, hanem elkezdesz kinézni, hogy fehérek a mezők az aratásra, hogy rengeteg ember van körülötted, aki nálad összehasonlíthatatlanul nagyobb nyomorúságban él, mint te. És tudod miért? Mert ha nem ismeri az Istent, akkor lehet ennek az országnak a leggazdagabb embere is. Akkor is nyomorultabb, mint te. És egy dologgal szeretném befejezni ezt az egész összefoglalását az üzenetnek, ami elhangzott. Hogy tudjátok meg, hogy nincs megváltatlan ember. Én ezt el fogom mondani, lehet minden alkalommal. Nincs megváltatlan ember, hanem csak hitetlen ember van. Minden embert Jézus Krisztus megváltott. Legyen 7 milliárd akár, vagy 8 milliárd, vagy 7 és ezek az emberek meg vannak váltva. 2000 évvel ezelőtt őket Jézus Krisztus megváltotta a bűn és a halálnak az állapotából. Tehát nincs megváltatlan ember, csak hitetlen ember. És azért hitetlenek az emberek, mert nem hallottak. Mert azt mondja, hogy hát hogyan higgyenek, ha nincs, aki mondja nekik. És ezért vagyunk mi, akik már nem csak megváltott emberek vagyunk, hanem üdvözült emberek is vagyunk, és hívő emberek vagyunk, hogy elmondjuk nekik, hogy te ember, te meg vagy váltva. Te amiben élsz, nem kell, hogy abban éljél. Az Istennek nem ez a terve a számodra, hanem az a terve a számodra, hogy higgy a megváltódban, és élj a megváltásban, és annak minden értékével, minden ajándékával együtt. Tehát ez egy elképesztően nagy dolog. És szeretném, hogyha a gondolkozásunk, mert Jézus erre hívta fel a figyelmet, ha erre fókuszálna nekünk is. Tehát mi elégítette meg Jézust? Az elégítette meg, hogy szolgált egy asszony felé, aki aztán szolgálta a samáriaiak felé, akik aztán kitódultak hozzá, és így már Jézus szolgált feléjük, és így Jézus és az evangélium és az Isten országának az örömhíre eljutott azoknak az embereknek a szívébe. És valóban így volt, hogy elutasították az emberek Jézust, sajnos az övéi legfőképpen, akikhez jött, azok utasították el, és ezek a pogányok, ezek a samaritánusok, ezek a bálványimádók, ezek a disznóhúzzabálók, bocsánat, ezek az emberek meg el tudták fogadni, és meg tudtak térni hozzá. És miért? Miért? Mert Jézus belépett abba a szolgálatba, belépett abba a helyzetbe, amiért őt az Atya küldte. És abba a pillanatban neki nem volt szüksége. Nem volt szüksége. Fölülírta ez a mennyei tapasztalás a biológiai szükségét. És egyszerűen át tudott lépni egy teljesen más dimenzióba. És én ezt szeretném ma megerősíteni, hogy lépj be ebbe a dimenzióba. Lépj be abba, hogy az Isten szeret téged. Lépj be abba, hogy az Isten elfogadott téged úgy, ahogy van. És nem azt akarja, hogy te változz meg elsősorban, hanem azt mondja, hogy én majd megváltoztatlak téged. Ahogy szoktuk mondani, hogy vissza kell ülni helyesen a lóra, és úgy kell ülni a lovon, ahogy előre tudunk menni. És ez egy óriási elhívás, és ez egy óriási dolog az életünkben, az életedben, és
igyekezzetek arra, hogy meglássátok, hogy igenis fehérek a mezők az aratásra. És az aratás ura várja azt, hogy azok az emberek, akik még kívül vannak, be tudjanak jönni. És ehhez téged munkatársként hív. Te vagy az Isten munkatársa. Te vagy az, aki meg tudsz elégedni. És higgyétek el, én a személyes életemben is ez a tapasztalat, hogy utána az Isten mindenről gondot fog viselni, mert megígérte. Ha keresed az Isten országát, akkor megszabadít az elvetettségből, megszabadít az anyagi nehézségekből, megszabadít mindenféle függőségből, mert ígéretet tett erre. Csak lépj át ebbe a másik dimenzióba. Lépj át abba a kenyér utáni éhségbe és szomjúságba, amely megelégít téged, amely valóban betölti az igazi szükségedet, és nem csak a tiédet, hanem az embertársaidat is. És amikor ránk néznek az emberek, Attila is mondta, akkor meg fogják látni az életünkbe Istennek ezt a nagyságát, Istennek ezt a dicsőséget. Hogy keressétek ezt az élő vizet, ezt az élő kenyeret. Szomjasak legyetek. Az nagyon-nagyon fontos, hogy aki szomjas, az jön Jézushoz inni. Az ünnep utolsó napján mondta ezt Jézus. Amikor ott már el voltak telve, a zsidó ünnep szerint megtettek mindent, akkor azt mondta Jézus, na most, aki még szomjas, az jöjjön hozzám, és akkor majd én örök életet és örök életre buzgó vízforrás leszek az ő bensejében.